Szénmonoxid visszaáramlás, kéménytűz és más jellegű balesetek is előfordulhatnak, amennyiben nincs megfelelően karbantartva a tüzelőberendezésünk. A fővárosi kéményseprő ipari Kft. Szakemberei éppen ezért arra hívják fel a figyelmet, hogy célszerű még a fűtési szezon előtt elvégeztetni az eszközök átvizsgálását, ugyanis az ősz folyamán fokozatosan növekszik a rendelés állomány, a kéményseprők pedig egyre inkább leterheltek lesznek. Számos balesetet elkerülhetünk, hogyha rendszeresen ellenőriztetjük a kéményünket, és a tüzelőberendezések használatából eredő veszélyforrásokat ezáltal minimalizáljuk. 2018. január 1-ével azonban új jogszabályok léptek életbe, melyek révén nem minden esetben kötelező a felülvizsgálat. Kötelező az ellenőrzés minden társasház és lakásszövetkezeti ingatlanban, tehát aki társasházban vagy lakásszövetkezeti lakásban lakik, kötelező az ellenőrzést. A kéményseprő az elmúlt évtizedekhez hasonlóan két időpontot meg fog adni, és a két időpont valamelyikében az ingatlan tulajdonosának, az ingatlan használójának kötelessége beengedni a kéményseprőt, és lehetővé tenni az ellenőrzést. Az ellenőrzés szintén elengedhetetlen azoknál az egylakásos ingatlanoknál, ahol gazdálkodói érintettség áll fent, viszont egyéb esetben a döntés a felhasználói, tehát a magántulajdonban álló családi és sorházaknál is szabadon rendelkezhetünk arról, hogy igénybe vesszük-e a fűkítusz által felajánlott ellátást. Ugyanakkor a szakértők szerint bárhol előfordulhat levegő ellátással kapcsolatos probléma, mely akár szénmonoxid visszaáramláshoz, súlyos esetben pedig mérgezéshez is vezethet, ezáltal kötelezettségtől függetlenül célszerű megrendelni a revíziót. Hogy amennyiben valaki kémény ellenőrzést tenne, akkor a kéményseprőipari szolgáltatónak, ugye ez Budapesten a Kft. A megrendelés beérkezésétől számítva 90 napja van a ellenőrzés elvégzésére. Ezzel kell mindenképpen szólni, én azt gondolom, hogyha valaki fel akar készülni a fűtési szezonra, a fűtési időszakra, és ezért ellenőriztetni szeretné a kéményét, végismerni kell vezetőjét, azt ne hagyja az októberi időszakra. Mindez szem előtt tartva gyorsabb ügyintézésre és rövidebb várakozási időre számíthatnak az érintettek az élet- és vagyonvédelmi közszolgáltatás kapcsán, mely a legtöbb esetben nem jár anyagi vonzattal. Azokban az esetekben, ahol sem gazdálkodói érintettség az ingatlanban, se tulajdonos gazdálkodó szervezet, se bejelentett székhely, jogtelephely nincsen, ott az adott kémény ciklus idejének megfelelően egy alkalommal ingyenes, tehát ez azt jelenti, hogy gáztüzelés a kémény esetében két évente egy ellenőrzés ingyenes, szilárdtüzelés a kémény esetében pedig évente egy ellenőrzés. A rendszeres kéménykarbantartás mellett a balesetek többsége megelőzhető egy megfelelő füstérzékelő beszerelésével. Fontos, hogy vásárlás előtt tájékozódjunk az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján, ahol folyamatosan frissülő negatív és pozitív listákat találhatunk a készülékekről.